Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. A PPH egyik 9-es szintű vezetője vagyok. Csonka Erzsébetnek hívnak, Rákóczi falváról érkeztem. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára a PPH tanulói csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert már több évtizede keresem azt a tudást, ami a mindennapi problémákat, de spirituális szemlélettel, és a mai különleges korhoz, mivel különleges tudás kell, az eddigi tudásunk szinte semmire nem elég már. Itt megtaláltam a PPH-nál, Szedlacsik Miklós személyében. Itt a képzések által egy olyan speciális, mindent átfogó tudást kapunk, amivel valóban mindent meg tudunk oldani. Én személyesen ezt megtapasztaltam. Vezetünk különleges képességei által, személyes segítségével, és minden módon segít, ahogy tud. Akik megtapasztalták már az élő képzést, akik nézik, minden kérdésünkre választ kapunk. Szeretném őt bemutatni. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogra tartani. Ez előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Üzentek, hogy van itt egy ilyen fekete kép az előadó mellett. Ez azt jelenti, hogy oda van kivetítve az asztalom. És ugye ez nem a Skype-osoknak mondom, nem is a jelenlévőknek mondom, hanem akik az interneten élőben nézik, és majd a felvételen is rajta lesz. Tehát ez annyit jelent csak, hogy jobban olvasható, amit itt láttok. Tehát gyakorlatilag itt van egy, hol? Egész innen van egy, ez a szöveg fölírva. A képen. Jó? Tehát nézzük akkor, mivel is foglalkozunk. Képzéseink vannak, azon belül a felnőtt képzéseink vannak, azon belül pedig coach képzéseink vannak. A coach azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát tudást, képességeket, gyakorlási lehetőséget nyújtunk az emberek számára, méghozzá olyan területen, hogy képesek legyenek az élet és az emberismeret területén tudáshoz jutni. Azért, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék.
problémáikat megoldják, illetve megelőzzék természetesen, céljaikat elérjék, és ha az ember képes arra, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, a problémáit megoldja, megelőzze, hát akkor hát ha eszébe jut az is, hogy mi lenne, hogyha mások is képesek lennének erre. De hát nem csak akkor, amikor már képes megoldani ezeket a dolgokat, hanem amikor rájön arra, hogy létezik olyan tudás, ami a mindennapokban használható, és segít onnantól, hogy elkezd az ember tanulni, és elkezdi az első tudásokat elsajátítani, hát onnantól ugye az ember észlelheti, hogyha a magát, a módszereket használja, akkor észreveszi az ember, hogy hát működő tudásról van szó, ahol tényleg képes az ember megelőzni a problémáit, megoldani, ha mégis jön egy probléma. Képes arra, hogy célokat megvalósítson, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, és ha az ember elkezdi ezt megtapasztalni, akkor elindul egy fejlődési úton, és hát ha az ember azt gondolja, hogy hát mi lenne, hogyha segítenék a környezetemben is ehhez a tudáshoz hozzájutni másokat. Miért? Hát mert ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És manapság nagyon kevés jó ember tesz valamit. Tehát ugye én 1987-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni. 91-től van saját szervezésű csapatom. 93-tól vezetek, tanítok embereket. És mire tanítok embereket? Hát ugye foglalkoztunk szolgáltatásokkal, amivel foglalkoztunk szolgáltatásokkal, mint piacvezetők lettünk. És ugye tanítottam azt is, de elsősorban engem az érdekelt, hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet. És mindig érdekelt, hogy honnan lehet ilyen tudáshoz hozzájutni. De ilyen tudáshoz csak 98-tól sikerült hozzájutni, és 2000-től már tanítom is az embereknek azt, tehát 22 éve, hogy hogyan boldoguljanak könnyebben az életükön, a különböző életterületeiken. Ezek a különböző életterületek, ha egyesével felsorolnánk, akkor mondjuk önmagad, párod, szüleid, gyereked, mások, munkád, pénz, környezet, hatóságok, Istened. Bár én jobban szeretem úgy mondani, hogy a Teremtőd. Jó, szóval a lényeg az, hogy itt van 10 életterület, és ha az ember ezeken az életterületeken boldogul, akkor eleve ott kezdődik, hogy jobban érzi magát a bőrében. De ahhoz, hogy ténylegesen jobban érezze magát a bőrében, ugye jó, hogyha az ember a környezetét is elkezd javítani. Nyilván milyen környezetre gondolok? Hát az emberekre természetesen. Tehát most azzal hiába foglalkozol, hogy az állatok mondjuk jobban szót fogadjanak neked, azzal sokra nem mész. Érted? Tehát az emberek az, akik változást tudnak létrehozni a bolygón, az állatok nem fognak változást létrehozni a bolygón, de a növények sem. A növények legfeljebb annyit csinálnak, hogy ugye jobb levegőt adnak, vagy ellátnak élelmiszerrel, de hát ugye ahhoz az embernek hasznosítani kell az élelmiszereket. De ugyanez az állat is ugye élelmiszert nyújt igazából, és benne van a biológiai körforgásban, ugye mind a kettő, az állat is, a növény is,
De igazából az igazi változást ezen a bolygón az ember tudja létrehozni. És ez mind pozitív vagy mind negatív irányba igaz. De mintha megnéznénk most, azt látnánk, hogy mintha negatív irányban jobban működne ez az emberi hatás a bolygóra nézve. És akkor ugye mit csinálnak a multimilliómosok? Tehát jó, ha tudod, hogy a média az a multimilliómosok kezében van. És ezáltal, amit a médiában hallasz, az mind a multimilliómosok üzenete. És a multimilliómosok azt üzenik a médián keresztül, ha jobban megnézed, hogy a lakosság a hibás, a felelős, azért, hogy mit tudom én, egyre kevesebb a növény a bolygón, egyre kevesebb az oxigén a bolygón, egyre több a széndioxid a bolygón, meg szénmonoxid, egyre több az ilyen üvegházhatást előállító, létrehozó gázok, stb. Stb. Ezt mind a lakosság csinálja. Hát én úgy tudom, hogy mondjuk a nagyhajókat nem a lakosság üzemelteti. A gyárakat nem a lakosság üzemelteti. Nem az ő tulajdonukban van. Márpedig ez a kettő sokkal, de sokkal többet szennyez, mint a lakosság. Nem tudom, elég világos voltam-e. Az mit jelent, hogy körülbelül 50-szer olyan szennyezést csinálnak a gyárak, csinálnak a nagy hajók, és az olyan fajta közlekedési eszközök, ami alapvetően nem a lakosság tulajdonában van, azok mondjuk kamionok, de inkább nem is a kamionokról beszélnék, hanem repülőkről például. Tehát mert a kamionokon már csinálnak szűrést, hasonlót kezdtek el ugye csinálni, mint az autókon, de a repülőkön semmilyen szűrés nincs, semmi. Ott úgy jön ki a üzemanyagnak a származékai, ami ugye a repülőből kijön az égés folyamán, ami semmilyen szűrésen nem megy át. Tehát az ég adta a világon semmilyen szűrésen. Oké? Tehát ha megnézzük, hogy egyre több az olyan fűtés például, ami valamilyen szinten szűrőrendszereken keresztül megy át. De nyilvánvaló, hogy itt ha elégeti az ember a szenet vagy a fát, akkor az jellemzően még nem szűrőrendszeren megy. De mondom még egyszer, a lakosság a bolygón közel nem szennyez annyit, mint a gyárak, a repülők és a hajók. Érted? Tehát azért nézd azt, hogy a Föld nagy részén, egy jó részén nem kell fűteni. Érted? Tehát az emberek többsége az nem a hideg égövben lakik, hanem az emberek többsége az olyan égövben lakik, ahol nem kell fűteni. Érted? Tehát nem kell fűteni. Na most akkor mi mit szennyezünk, mi lakosság? Autókkal? De az autók is már olyan, hogy mindenféle szűrőberendezések van rajtuk. Tehát nem tudom, hogy te mennyit értesz az autóhoz. Hallottál már olyanról, hogy katalizátor, vagy részecske szűrő? A katalizátor is egy szűrő, érted? Tehát egy igen sűrű szűrő. És ugyanez hasonló hozzá, a részecske szűrő is egy igen sűrű szűrő. Érted? Tehát szűrők vannak a motorokban, illetve a kipufogó rendszerekben, nem a motorokban, hanem a kipufogó rendszerekben. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kipufogó termékek, tehát az égés termékek a legjobban szűrve
az autókban vannak. Érted? Az ég, még egyszer mondom, az égés termékek legjobban szűrve az autókban vannak. Na most akkor megkérdezném, hogy a Föld lakossága szennyezi ezt a bolygót? Mikor ez tény, mondom még egyszer, hogy a repülők, a hajók és a gyárak a sokszorosa annak a levegőszennyezésnek, amit, ami a bolygón van. Érted? Tehát amit a lakosság szennyez, annak. Tehát azért, mert a lakossági szennyezés az 2%. 2%. És 98% az imént felsorolt. Érted? És az embereket hibáztatják arra vonatkozóan, hogy a bolygó tönkre megy. És tehát ez az egész, ez egy nagy átverés. Átverik a lakosságot. Hát nyilván, mivel a média az ő kezükben van, akik átverik a lakosságot, hát nem fogják meg a gyárak is, a repülők is, meg a hajók is, az ő kezükben van. Ugyanazoknak a kezében vannak a repülők, a hajók, a gyárak, mint ami a média, érted? Nyilván nem azt fogják mondani, hogy mi tesszük tönkre ezt a bolygót. Nyilvánvaló. Hanem azt fogják mondani, hogy a lakosság teszi tönkre. Nyilvánvaló. Az a helyzet, hogy a lakosság olyan tudatlanná vált az elmúlt évtizedekben, hogy mindent elhisz, amit a média mond. Mindent. Egy olyan világban élünk, ahol az, hogy tudj, ez lassan létszükségeletté válik. És ha nem fogsz tudni, bocs, hogy ezt kell mondani, meg fogsz halni. Persze azt mondhatnád, hogy mindenki meghal. Csak te idő előtt fogsz meghalni. Ez a különbség. Miért? Mert annyi mindent elhitetnek veled, hogy egyszerűen tönkre teszed azzal saját magadat, hogy elhiszed, hogy az neked jó. Érted? Tehát elhitetik azt, hogy ne foglalkozz azzal, hogy mit tartalmaznak az élelmiszerek. Ne foglalkozz azzal, hogy mit tartalmaznak az italok. Ne foglalkozz ilyennel. Ezt elhitetik. Elhitetik azt, hogy az immunrendszeredet simán legyőzi mindenféle betegség. Elhitetik azt, hogy a betegségekre a legjobb megoldás a méreg, a gyógyszer. Érted? Miért méreg? Hát nem tudom, tudod-e, hogy a gyógyszerek szinte kivétel nélkül kőolajat tartalmaznak. Kőolajat. Szinte kivétel nélkül. És tudod, miért tartalmaznak kőolajat? Mert aki kitalálta azt, hogy a gyógyszerek kőolajat tartalmazzanak, azt úgy hívják, hogy Rockefeller. Érted? Úgy hívják. Nem az a Rockefeller, aki már él, vagy még mindig él, az már meghalt. Ez a második világháború idején találta ki, hogy amikor beszállt, be kellett szállnia a vegyiparba, és akkor kitalálta azt, hogy hát gyártsunk gyógyszereket, amiben kőolaj van. Miért? Mert Amerikában ők voltak, Rockefeller család volt a legnagyobb kőolaj kitermelő. Oké? És akkor összekötötte a kellemest a hasznossal, be kellett szállni a vegyiparba, mert kijebb kellett szállni a kőolaj kitermelésből. Képzeld el, az Amerikai Egyesült Államoknak a háború idején történt kőolaj kitermelésének a 70%-a Rockefeller család kezében volt. És akkor hoztak törvényeket avval kapcsolatban, hogy nem lehet ennyi tulajdon egy
egy tulajdonosnak a tulajdonában, érted? Mármint a kőolajkitermelés, mert a, ugye rájöttek már a háborúban, hogy stratégiai termék a kőolaj. Hát ugye a hitlerék azért nem azért vesztették el a háborút, mert nem volt üzemanyaguk. Oké? Tényleg azért. Nem volt üzemanyag, meg nyersanyag. Tehát stratégiai termék. És ugye ki kellett szállni, de mit csinált? Keresztrészesedést csinált, vegyi. És nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik vegyi gyárban csinált keresztrészesedést. A német Igelfarbe gyárban, ez a háború idején. A második világháború idején. Oké? Nem semmi, mi? Szóval na, onnantól kezdve kezdték el üldözni a természetgyógyászokat, amikor a Rockefeller elkezdett gyógyszert gyártani. Kőolaj alapanyagot belekeverve a gyógyszerekbe. Éppen, érted? Tehát gondold végig, hogy van egy statisztika, csak mondok példát, hogy a gyógyszer mellékhatásában többen halnak meg, mint magában a betegségben. Érted? A gyógyszer mellékhatás kikísérletezésével többet foglalkoznak időben, mint a hatóanyag kikísérletezésével. Tudtátok ezt? Na most azért mondom, hogy elhitetnek veletek mindent, marékszámra szedik az emberek a gyógyszereket, gyakorlatilag. Elhitetik azt, hogy, mindenféle oltás az hasznos az embernek. Ezt elhitetik. Mindenféle új oltás, ami nem lett letesztelve, azt embereken tesztelik. Tehát embereken tesztelik, de nem úgy, hogy kísérleti stádiumban, hanem már forgalmazott stádiumban. És akkor azt mondják, hogy mindenért a lakosság a felelős. Oké? Egy ilyen frankó világban élünk. Na, hát ez azt jelenti, hogy aki elhisz mindent a médiának, az rövidebb életet fog élni, vagy betegesebb életet fog élni. Oké? Lehet, hogy nem fog rövidebbet, de hogy nem fogja élvezni az életet, az hold biztos. Tehát mondok példát, jó? Van egy szavunk, ami mögött van egy nagyon fontos információ. Ki az, aki szokott mérges lenni? Mérges lenni. Tegye már fel a kezét. Na, akkor inkább megkérdezem. Ki az, aki nem szokott mérges lenni? Jó? No szóval, az emberek, ő nem mérges, dühög, mi? Ja, no szóval, nagyon érdekes, mert a mérgesség, ugye az mit jelent? Ha egy kicsit hosszabban gyakorlod a mérgességet, tehát hosszabb ideig vagy mérges, akkor a szervezeted az mérget termel. Oké? És ez a méreganyag, ez hát nem feltétlenül ürül ki. Ha nem csinálsz olyan dolgot, ami a kiürítést eredményezi, akkor, az ott van. Na most, ez azt jelenti, hogy az ember képes méreganyagokat termelni. És ugye a méreganyagok felszaporodnak az emberi szervezetben, akkor az illető már nem tud jó állapotban lenni. És ez úgy működik, képzeld el, hogy hát nem csak az ember szervezete tud méreganyagokat termelni, hanem be lehet kívülről vinni méreganyagokat. Hogy? Hát ugye elsősorban a táplálékon, meg a vízen keresztül természetesen, tehát a folyadékokon keresztül, tehát a bevitt folyadékokon keresztül, másodszorban pedig
ugye a levegőn keresztül lehet bevinni méreganyagokat, meg be lehet vinni természetesen a bőrön keresztül is méreganyagokat. Tehát gondold végig, hogy az emberek nem elég, hogy mérgesek, saját szervezetük méreganyagokat termel, még ugye kívülről is be tudnak vinni mérgeket. Tehát minden olyan dolog, ami nem ismert és feldolgozható a szervezetet számára, az méreganyag. Az valamilyen szintű méreg. Érted? Tehát nem ismert és nem feldolgozható. Tehát hogyha műanyagot eszel, az nem tesz jót neked. Jó? Ha, mit tudom én, széndioxidot lélegzel be, az nem tesz jót neked. Mit tudom én, ha kőolajat kensz a bőrödre, nem tesz jót neked. Most csak példákat mondtam. Tehát ez azt jelenti, hogy további méreganyagok halmozódnak föl az ember szervezetében. És minél több méreganyag halmozódik föl, az illető annál rosszabb állapotú lesz. És az ember úgy működik, hogyha az ember egyre rosszabb és rosszabb állapotban van, akkor egyre közelebb és közelebb kerül a halálhoz. De hát vannak olyan emberek, akik nagyon ragaszkodnak az életükhöz, és akár évtizedeken keresztül is képesek betegeskedni, és nem halnak meg. Ugye miért ragaszkodnak ennyire az életükhöz? Mert azt hiszik, hogy egy életük és egy haláluk van, és azt hiszik, hogy a halál után nincs semmi. Hát a halál után eltűnik minden. Tehát semmi nincs, legalábbis az ő számára. És akkor persze, hát az utolsó leheletéig is élni akar. Minél hosszabban természetesen. És akár úgy, hogy végig betegeskedi az életének a nagy részét. Na hát most gondold végig, hogyha mondjuk az ember betegeskedik, ki az, aki volt már beteg? Oké, köszönöm. Ha az ember betegeskedik, akkor nyilvánvalóan hát nem túl jól érzi magát a saját bőrében, nem? Vagy te akkor szeretsz, akkor érzed jól magad, ha beteg vagy? Nem hiszem. Szerintem ember nincs, aki akkor érezné jól magát, amikor beteg. Szóval lényeg az hogy ugye ez nem az élet természetes része, hogy betegeskedünk. Miért nem az élet természetes része? Hát megnézed az olyan élőlényeket, amelyik így nem, hogy is mondják ezt, mikor túlnemesített, tehát nem túlnemesített. Ugye ez érvényes az állatokra is, meg a növényekre is. Akkor azok az állatok, meg növények, amelyik nem túlnemesítettek, azok nem betegszenek meg. Tehát azok nem lesznek betegek. Tehát, és ha megnézed, ugye a növények és az állatok nagy része az egész életében nem betegszik meg. Tehát nem természetes része az életünknek, hogy betegnek kell lenni. Világos ez? De ugye miért nem betegednek meg a növények? A kultúrnövények megbetegszenek, mert nem esítettek. De a nem kultúrnövények nem szoktak megbetegedni. A házi állatok időnként megbetegednek, és minél inkább nem esítve van, annál inkább. De a vadon élők azok nem szoktak megbetegedni. Érted? És ezt miért mondom? Gondolkozz,
az ember meg megbetegszik, mert más egy vadon élő növény vagy állat küldetése, meg más egy ember küldetése. Tehát mi egy növény küldetése? A biológiai körforgásban részt venni, és itt tudom én, ezt azt szolgálni, nem feltétlenül táplálékot, például oxigént termelni, vagy bármi mást. Mert mit tudom én, sok olyan fa van, amit lehet, hogy egyes állatok esznek, de meg bogarak, de alapvetően ugye arra azt a célt szolgálja, hogy mondjuk oxigént termeljen. Vagy megnézzük például a, ugye az állatokat, az állatok is a biológiai körforgás része. Tehát megnézed, a legtöbb állat az valaminek a tápláléka, egy másik állat tápláléka. Tehát, vagy éppen az ember tápláléka. Tehát azt látod, hogy, hogy nekik más a küldetésük, más a feladatuk. És akkor itt van az ember, aki betegeskedik. És ugye megnézzük, ha megbetegszik egy állat, nem tudja kitalálni, hogy hogyan gyógyítsa meg magát. Bár én már láttam ilyet, hogy a kutya füvet evett, mikor fájt a gyomra. Megkereste az olyan füvet, ami jó számára, és azt elkezdte enni, hogy meggyógyítsa saját magát. De ha mondjuk komolyabb betegsége van, hát akkor az ember elviszi állatorvoshoz, vagy kihívja az állatorvost. Tehát miért? Mert különben az állat elpusztulna. Tehát ugye azt látni, hogy, hogy gyakorlatilag az állatok azok alapvetően nem feltétlenül tudják magukat gyógyítani, ha olyan betegek. Az ember viszont ugye tud gondolkodni, és tudja magát gyógyítani. Vagy ha nem ő, akkor valaki más meg tudja gyógyítani. Tehát az állatok még egymást se igazán tudják meggyógyítani, ha valamelyik olyan beteg. Szóval lényeg az, hogy ha ezt a dolgot egy kicsit megvizsgálod, akkor arra a következtetésre juthatsz, hogy más az életfeladatuk az állatoknak és a növényeknek, illetve teljesen más az embereknek. Na most miért mondom ezt? Mert gondold végig, ha megbetegszik egy növény, nem tudod rá azt mondani, hogy mit kellene neki másként csinálnia, hogy ne legyen beteg. Ha megbetegszik egy állat, nem tudod azt mondani, hogy mit kellene annak az állatnak másként csinálnia, hogy ne legyen beteg. De ha megbetegszik egy ember, akkor azt tudod mondani, hogy ezt és ezt másként kellene csinálni, és akkor nem lennél beteg. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy teljesen más az életfeladatuk a növényeknek és az állatoknak, szemben az emberrel. Minden ember, aki megbetegszik, és mondjuk tanulmányozom az életét, akkor meg tudom mondani neki, hogy mit kellene másként csinálnia. És nem csak én tudom megmondani, hanem a Földön nagyon sok olyan ember van, aki erre képes. Nyilván nem az emberek többségéről beszél. Tehát azt jelenti, hogy az ember az más feladattal létezik. Tehát mi egy növény küldetése? Hát az, hogy ameddig lehet túléljen, nem? Amíg mondjuk le nem legelik. Csak mondtam egy példát. Mi egy állat küldetése? Hát minél tovább éljen, addig, míg valami meg nem eszi, vagy el nem pusztul maga az állat, nem? Ezért ugye
a különböző fajoknak alapvetően megvan, hogy úgy körülbelül meddig élnek. Tehát mit tudom én, megvan, hogy egy fajkutya az 7-8-10 év, ha nagyon túlnemesített, ha kevésbé túlnemesített, akkor egész akár 15-16 évet is élhet egy kutya. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek ugye azt gondolják, hogy nekik is az a küldetésük, hogy túléljenek. Hát ha neked is az lenne a küldetésed, hogy túlélj, akkor sosem lennél beteg. Világos ez? Mert ezt a küldetésedet elég jól tudod teljesíteni. Nem? Hiszen még mindig élsz. Oké? Tehát nem gondolod azt, hogy te nem egy állat vagy, hanem egy ember. Nem gondolod azt, hogy te tudsz gondolkodni, az állat meg nem? Nem gondolod azt, hogyha megállapítható a betegségből, hogy mit kellene az életben másként tenned, akkor neked van egy életfeladatod? És az nem a túlélés? Nem gondolod? De ne gondold, de azt maradj hülye. Hát nekem tök mindegy. Érted? De nem jobb lenne az életed akkor, hogyha tudnád, hogy mi a feladatod ezen a bolygón? Hm? Tehát én azt gondolom, hogy hülyének lenni az nem túl okos dolog. Mit jelent a hülye? A buta, tudatlan, azt jelenti. Oké? Hogy csak tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Szóval, hát ha körülnéztek ugye az ismeretségi körötökben, a legtöbb ember azt gondolja, hogy az élete arról szól, hogy minél több pénzt költsön. Majd nem ezt látjátok? Ha sok pénzt tud költeni, akkor boldognak gondolja magát. Ha nem tud elég pénzt költeni, akkor meg szomorúnak érzi magát. Nem? Ez lenne az életfeladat? Hát most gondold végig, ha az embernek ez lenne az életfeladata, hogy minél több pénzt költsön, akkor ez azt jelenti, hogy minél jobban ki kell zsigerelni a Föld készletét minden tekintetben. És ha kizsigereltük teljes egészében a Föld készletét, akkor át kell költözni egy másik bolygóra, ahol megint ezt megcsinálhatjuk. Nem? Nem tudom, hogy a környéken tudtok-e olyan bolygót, amelyiknél hasonló működés van, hogy vannak növények, van oxigén, van víz, van normális hőmérséklet. Hm? Azért, mert a kutatók se tudnak ilyeneket. Nem hiszem, hogy te tudsz. Tehát akkor ez nem nyert. Ez nem túl jó alternatíva, nem? Hogy szépen föléljük az összes lehetőségét ennek a bolygónak, és akkor lesz az egész egy nagy sivatag. Hát ha megnézed, Szaharában én nem látom azt, hogy bányásznának valamit. Még azt sem látom a Szaharában, hogy mondjuk, mit tudom én, gázt vagy olajat termelnének ki. Érted? Most konkrétan a Szaharáról beszélek. Hát képzeld el, mit tudom én, mondjuk csinálnának egy olajkutat a Szaharába, az jönne a dűne, az betemetné, érted? Tessék? Ja, eldűne rögtön. Érted? És akkor beleöltek is milliót vagy milliárdot, érted? És már nincs is. És az nem kell más, csak egy szél. Ugye elég könnyen van a sivatagba szél, ugye a Szaharába, mert nincsenek hegyek. Nincs, ami megakadályozza, hogy a szél az jöjjön, menjen.
Szóval gondold végig, ez lenne a bolygóval. Tehát ráfogják a lakosságra, hogy mi tesszük tönkre a bolygót, közben akik ráfogják a lakosságra, azok teszik tönkre a bolygót. Tehát azok öntik be a tengerbe a hulladékot, érted? Az óceánokba, stb. Stb. Nem tudom, te mennyi hulladékot öntöttél már be életedbe az óceánba. Én még semmit. Szóval, gondold végig, egy ilyen világban élünk, ahol mindent ránk fognak, és az emberek el is hiszik. Elhiszik. És akkor olyan dolgokat vásárolnak, mert azt mondják, hogy ne ezt vedd meg, hanem ezt, ne így csináld, hanem úgy, ami még jobban szennyezi a környezetet. Tehát akármilyen hihetet, lemondok egy példát. A villanyautó sokkal jobban szennyezi a környezetet, mint a dízel vagy a benzin. Ez tény. Mert nem csak azt kell nézni egy autónál, hogy működik, hanem azt is kell nézni, hogy miből működik. És azt is kell nézni, hogy az, annak az autónak az előállítása az milyen környezeti károsító hatást gyakorolt. És azért, mert most ez egy nagy biznisz, megint csak ugyanazoknak, akiknek a média kezükbe van, elhitetik veled, hogy akkor teszel a bolygóért, ha elektromos autóval jársz. Érted? Tehát az egész, ha megnézzük, amit az emberek csinálnak, az az átverések következménye. Tehát szó szerint. Tehát olyan mértékű átverések vannak, hogy miért? Akkor nézzük meg. Tehát olyan mértékű, ami rossz az embereknek. De nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy átverés. Jó? Tehát kit lehet átverni? Ez a lényeg. Minél butább, tudatlanabb egy ember, annál jobban át lehet verni. Világos ez? Tehát ahhoz, hogy egy ember átverhető legyen, buta, tudatlannak kell lennie, összefoglalva ezt a két szót, hülye. Érted? Tehát amikor azt látom, hogy emberek villanyautóval közlekednek, érted? Akkor mindenre azt mondom, hogy buta, tudatlan. Tehát éppen most hallottam erről egy adatot, hogy egy elektromos autó megtérülési ideje a mai árakkal 10 év. Amikor bármit kiszámoltam, hogy 5-6 évnél túlnyúl a megtérülése, azt mondtam, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Tehát ugye én egy gazdasági szakember is vagyok, csak mondanám, mert ugye pénzügyi területen piacvezetők voltunk régen. És az azt jelenti, hogy piacvezető cég vezetője voltam. Pénzügyi piacvezető cég vezetője voltam. Tehát elég jól otthon vagyok a gazdasági dolgokban. Tehát az azt jelenti, hogy egyszerűen gondold végig, hát olyanba, ami 10 év múlva térül meg, az nem szabad foglalkozni. Na most mondok más dolgot is. Itt vannak a hagyományos vállalkozások. Rengeteg olyan ember van, hagyományos vállalkozó, aki az elmúlt 15 évben, tehát 2008 óta óriásit bukott. És kiszállt a vállalkozásából, és beszerzett egy jó nagy adag negatív emlékképet a vállalkozásáról, mert hogy bukott. Ugye miért van ez így? Nagyon egyszerű.
Mert egy hagyományos vállalkozó milliókat, tízmilliókat vagy százmilliókat investált a vállalkozásába. Ezáltal, ha ő váltani akar, akkor tudja, hogy milliókat, tízmilliókat, százmilliókat kell befektetni a váltásba. És azt a pénzt, amit az előző vállalkozásba fektetett, tehát az előző tevékenységbe fektetett, azt kidobta az ablakon. Ezáltal a legtöbb vállalkozó, hagyományos vállalkozó, aki belefog egy vállalkozásba, élete végéig csinálja. Azért, hogy ne élje meg a veszteséget. Nem tudom, elég világos voltam-e. Mert minél többször vált profilt, annál többször bukik. Világos ez? Tehát az az igazi jó vállalkozás, ami kevés befektetésbe kerül. Mert ha kevés a befektetés, akkor lehet profilt váltani bármikor. Világos ez? És az ember képes ahhoz alkalmazkodni, amit a piaci viszonyok megkövetelnek. Érted? Nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik a legolcsóbb vállalkozási forma? Hát bármilyen szempontból. Tehát anyagi szempontból. Mi a legolcsóbb? A hálózatépítés, így van. Hálózatépítés a legolcsóbb vállalkozási forma. És az egy üzleti lehetőség. A hálózatépítés azt jelenti, hogy értékesítesz, megtanulsz értékesíteni, és utána megtanítasz másokat is értékesíteni, és ha mások is értékesítenek, akkor utánuk részesülsz. Ez ezt jelenti. Tehát a hálózatépítés az mindig értékesítésről szól. Tehát valamit, terméket, szolgáltatást, vagy valamit értékesít az a hálózat. Vagy termékeket, vagy szolgáltatásokat értékesít. Ugye, hogyha ő nem tehetné meg azt, hogy másokat is kiképezzen és utánuk részesedjen, sőt, akár megtanítsa azokat az embereket, hogy ők is képesek legyenek kiképezni másokat, akkor nem hálózatépítésről beszélnénk, hanem üzletkötésről. Tehát akkor ez egy üzletkötői rendszer, ahol csak értékesítés folyik, és nem lehet valakinek saját üzletkötői csapata. Oké? Vannak olyan üzletkötő rendszerek, ahol ugye úgy működik, hogy egyeseknek lehet csapata. De őt kinevezik vezetőnek, és ezáltal lehet csapata. De ezt a csapatot nem feltétlenül ő szervezi meg, hanem alá teszik. Oké? De ez még mindig üzletkötői tevékenység. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy a cégeknél, ahol üzletkötők vannak, a cégvezető után, nem a tulajdonosról beszélek, a cégvezető után kik keresnek a legtöbbet? Az üzletkötők. Nem a könyvelők, nem a melós, nem az osztályvezető, nem az igazgató helyettes, hanem az üzletkötők keresnek a legtöbbet. Nem minden üzletkötő. A jó üzletkötők. Ez egy általános ismeret. Tehát még egyszer mondom, a cégvezetők után, a cég első számú emberei után az üzletkötők, a jó üzletkötők keresnek a legtöbbet. Oké? Tehát te csinálhatsz bármit az életedben, ha nem leszel üzletkötő, sose fogsz annyit keresni majdnem, mint egy cégvezető. Érted?
Na most akkor nézzük tovább. Ha üzletkötésről, ez az üzletkötés. Az üzletkötőknél többet keresnek azok a személyek, akik megtanulnak üzletet kötni, és lehetőségük van arra, hogy másokat, bárkit tanítsanak arra, hogy kössenek üzletet abban a tevékenységben, abban a termék vagy szolgáltatás forgalmazásában. Az azt jelenti, hogy nem csak a saját üzletkötői tevékenységéből részesül, hanem azok után is részesül egy kisebb százalékban, akiket kiképzett. Oké? És gyakorlatilag ugye a hálózatépítés azt jelenti, hogy nincs bekorlátozva, hogy hány fős lehet az a csoport, akiket kiképez, hogy szintén üzletet kössenek, sőt akár arra is kiképzi őket, hogy ők nekik is legyen saját csapata, saját üzletkötőik, mert ezáltal az ő csapata nagyobbá válik. Tehát nem csak közvetett vagy közvetlen formában történik ez, hanem közvetett formában is. Tehát ezáltal egy hálózatépítő, ha jól csinálja a dolgát, többet kereshet, mint egy cégvezető. Oké? Tehát az üzletkötők, azok rögtön ott keresnek a cégvezetők után. A hálózatépítő, az többet kereshet, mint a cégvezető. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, miért mondom ezt? Mert az emberek tudatlanok. Nem ismernek csak olyan dolgokat, amit a médiából hallanak. Annál alig ismernek többet. Tehát nem ismerik a gazdasági életet, nem ismerik a világot, hogy hogy működik, nem ismerik azt, hogy mire kellene odafigyelni, nem ismerik azt, hogy hogyan vágnak át. Az egy átvágás, hogy tanulj minél több szakmát, hát hogy jó alkalmazott legyen. Érted? Az egy átvágás. Tehát az alkalmazottak soha nem fognak annyit keresni, mint az üzletkötők. Világos ez? Szóval, amikor én erről elkezdtem tanulni a 90-es években, akkor én már így működtem. És rájöttem, hogy jé, milyen igaz ez. A saját példámon jöttem rá. Tehát én nagyon sok mindent úgy tanultam, hogy én már azt megéltem. Érted? És akkor azt tudtam mondani, jé, most már tudom, hogy eznek mi az oka. Érted? Tehát az emberek élnek, és azt gondolják, hogy bőven elég az a tudás, amivel rendelkezek. Aha. És akkor legyél jó alkalmazott, dolgozz a nyugdíjadért. Ki tudja, mennyi nyugdíjat fog kapni? Tudod előre? Szerintem ember nincs, aki előre tudja, hogy mennyi nyugdíjat fog kapni. Érted? Megkérdezed azokat, akik már nyugdíjba mentek, azok se tudták előre, hogy mennyi nyugdíjat fognak kapni. Érted? És akkor azért dolgozol a nyugdíjadért? Igaz. Ez igaz. Azért dolgozol a nyugdíjadért? Mert elhitették, hogy az a jó. Dolgozz a nyugdíjadért. Nem a nyugdíjadért kell dolgozni, hanem az életedért. Érted? Tehát azért, hogy élj, azért kell dolgozni, nem a nyugdíjadért. Tehát, hogy élhess. Tehát most gondold végig, most menjünk vissza az üzletkötőkhöz. Az üzletkötő, ha dolgozik, van pénze, nem dolgozik, nincs pénze. De ő határozza meg, hogy dolgozik, vagy nem dolgozik. Érted?
A hálózatépítő is ugyanúgy kezdetben egy üzletkötő. De amikor rájön arra, hogy érdemes lenne létrehozni egy értékesítő hálózatot, nem csak üzletkötőként dolgozni, akkor rájön arra, hogy hát sokkal jobb úgy, hogy mások teljesítményéből is részesedni, mint csak a sajátból. Mert a hálózatépítő akkor is tud pénzt keresni, ha van hálózata, ha éppen nem azt csinálja, azt a tevékenységet, hanem bármi mást. Érted? Tehát hogyha te nem mész bedolgozni, nem valószínű, hogy fizetnek neked egy kanyit is. Érted? Vagy ha nem végzed el azt a munkát, nem valószínű, hogy fizetnek érte. Érted? De egy hálózatépítő, mit tudom, elmegy nyaralni, és közben ugyanannyi pénzt keres. Érted? Jó, azt mondod, hogy te is, mert szabadságon vagy, és kifizetik neked a szabadságpénzt. Aha, és akkor hányszor mehetsz el mondjuk nyaralni? Meg van határozva, hogy az hány nap. Érted? Tehát ugye a legtöbb alkalmazott mit csinál? Nem a saját életét éli. Miért? Mert meg van határozva, hogy mettől meddig kell dolgoznod, nem? Ahhoz, hogy meg van határozva, hogy meddig kell dolgozni, ez azt jelenti, hogy meghatározták neked, hogy mikor kell fölkelned. De az, hogy fel tudják kelni, meghatározták azt is, hogy mikor feküdj le, nem? Mi vagy te? Pólyás? Vagy egy óvodás? Vagy mi a jó Isten vagy? Hogy más határozza meg, hogy te mikor feküdj le, és mikor kelj föl. Gondolkozz már. Érted? Márpedig így élitek az életeteket, hogy más határozza meg, hogy te mikor kezd fel. És ugye meg lehetne kérdezni például a vezetőket, ugye ők Skype-on látom őket, a csapatukkal ugye nézik az előadást, itt vannak a monitoron, hogy ki határozza meg, hogy mikor keltek. Hát akkor azt mondanák, hogy ők. Nem más. Érted? Tehát én abból indulok ki, hogy nem gondolkodnak az emberek, hogy az egy gyerekkor, érted? Hogy mástól függ, hogy te mit csinálsz. A gyerekeknél van ez így. Amikor én gyerek voltam, én rühel lettem, hogy nekem mindent meghatároznak, hogy mikor mit csináljak, hogy legyen, érted? Utáltam iskolába járni, mert kötelező volt. Érted? És alig vártam, hogy végezzek az iskolákkal, és elkezdjek élni. És felnőtt lettem, és rá 7 évre kezdtem el vállalkozni. Onnan, hogy elvégeztem az iskolát. És rájöttem elég hamar, hogy miért van az a mondás, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Oké? Meg miért van az a mondás, hogy ezzel kell pénzt keresni? Elég hamar rájöttem. És 93-ban már eldöntöttem, hogy én soha többet nem leszek alkalmazottja senkinek. 93-ban. Jó, kellett hozzá, meg kiszámolt 6 év, 87-től. És a legtöbb ember meg végig éli az életét egy olyan világban, ahol most alkalmazottként és a jelenlegi világot figyelembe véve rosszabb a helyzet, mint mikor én voltam gyerek a szabadság szempontjából. Érted? Tehát most egy felnőtt kevésbé szabad, mint amennyire én nem voltam szabad gyerekkorban. És ez egy röhely, érted? Ez egy röhely. Szó szerint röhely. És ha megnézzük, sok esetben manapság itt a liberalista gyereknevelés következményeként,
Hát a gyerekek még szabadabbak, mint a saját szüleik. Hát én alig vártam, hogy felnőtt legyek, hogy szabad lehessek, hogy én határozhassam meg az életemet. Te felnőttként, alkalmazottként nem te határozod meg az életedet. Érted? Mire jó ez neked, hogy nem te határozod meg az életedet? Miért nem akarsz szabad lenni? Ugye nekem van hagyományos vállalkozásom, és van hálózatom, de ez össze van kapcsolva ez a kettő. Ugye elég régen van hagyományos vállalkozásom, és hálózatom, de hagyományos vállalkozás hamarabb lett. De gondold végig, ez azt jelenti, hogy én kipróbáltam azt, hogy milyen alkalmazottnak lenni, milyen vállalkozónak lenni, milyen hálózatépítőnek lenni, én mindent kipróbáltam, és rájöttem arra, körülnézve a világban, hogy erre 91-ben jöttem rá, hogy a hálózatépítés az a legjobb üzlet a világon. És azóta sem változtattam meg ezt a véleményemet. Mert nem volt semmi, ami megváltoztassa ezt a véleményemet 91 óta. Tehát azóta is azt mondom, hogy ha bármit újra kezdhetnék az életemben, vagy újra élném az életemet, akkor is hálózatépítő lennék, és nem más. És tudod, miért lett hálózatépítő cégem? Mert becstelenek voltak azok a hálózatépítő cég tulajdonosok, ahol dolgoztam. Érted? És ezért azt mondtam, hogy akkor létrehozok egy olyan hálózatépítő céget, ahol nincs becstelenség. Érted? Ezért van két, ugye van a hálózatom, és van a hagyományos vállalkozás, az a hálózatépítő cég. Érted? Maga a cég. De én ugyanúgy hálózatot építek, mint bárki más, a feleségemmel együtt építjük. Érted? És hogyha nem bestelen hálózatépítő cégek tulajdonosai vezették volna azokat a hálózatépítő cégeket, akkor én nem hoztam volna létre hálózatépítő céget. Világos ez? Miért? Mert sokkal egyszerűbb hálózatot építeni, mint hagyományos cég tulajdonosnak lenni. Sokkal. És sokkal könnyebb is. Tehát én javaslom, hogy ezeken gondolkodj el. De nem mindegy, egy üzletkötőnek és egy hálózatépítőnek, hogy mi a termék vagy mi a szolgáltatás. Tehát olyan termék vagy olyan szolgáltatásra van szükség, amire igény van. Érted? És nem csak hogy igény van, ami az emberek javát szolgálja. Tehát minél inkább szolgálja az emberek javát. Itt van egy szó, hogy aranykor. Ez egy kulcskérdés az aranykor. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor te bármit csinálhatsz ezen a bolygón, az mind megy a kukába. Érted? Ha 2035-ig ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor te nem fogod megélni a 2036-ot. Világos ez? Legalábbis emberként. És mi mit csinálunk? Olyan tudást nyújtunk az embereknek, amivel bekerülhetnek az aranykorba. Érted? Bekerülhetnek az aranykorba. Egy olyan fajta társadalmi formába, ahol nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók, és nem kell hülyére dolgoznod magadat. Ha nem, mit csinálhatsz helyette? Nyaralhatsz? Nem.
Oké, okay, akkor mit? Mások javát szolgálod, érted? Tehát azzal, hogy én tanulok, fejlődök, én mások javát szolgálom. Miért? Mert amit tudok, azt átadom. Érted? Én dolgoztam nehéz fizikai munkát is, szakmát csináltam. Autószerelést, az nem könnyű fizikai munka, főleg a múltban. Nem volt annyira könnyű. És nem is egy tiszta munka. Főleg a múltban nem annyira tiszta volt. Mikor hozzányúlt az ember egy autóhoz, és akkor nyaki olajos lett. Tudom, milyen a fizikai munka. Tehát amire azt gondolod, hogy én azt nem tapasztaltam meg, akkor nagy tévedésben lesz. Ha nem magamon tapasztaltam meg, akkor másokon keresztül tapasztaltam meg. És ez az aranykor azt jelenti, hogy egy átmeneti időszak, amiért az ember a Földön van. Azért vagyunk a Földön, hogy visszakerülhessünk, annyi tudásunk legyen, hogy visszakerülhessünk onnan, ahonnan jöttünk. Az azt jelenti, hogy egy magasabb rendű létformába visszakerülhessünk. Mondhatnád, hogy angyali vagy isteni létforma. Ebből a szempontból most mindegy. Tehát visszakerülhessünk. Ahhoz, hogy visszakerülhessünk, meg kell tanulni azt, hogy határozott különbséget tegyél, tudjál tenni a helyes és a helytelen, és a helyes és a helytelen különböző fokozata között is. Ez a legfontosabb, de ezen belül még vannak dolgok, amit ugye meg kellene tanulni. Például a feltétel nélkül együttműködést. Például a teljesen szeretet alapú működést. De nem majom szeretet alapú működést, ne érts félre. Mint ahogy sokan nevelik a gyereküket. Majom szeretettel. Honnan tudni, hogy majom szeretettel szereti? Ez a liberalista gyereknevelés. Tehát, hogy a gyereknek megengednek mindent. És a gyerek irányítja a felnőtteket a családban. Ez a majom szeretet. Szóval gondold végig, nem egy ilyen fajta működés, hanem egy olyan fajta működés, ahol az ember helyesen működik, mindig a helyzetnek megfelelően. És képes arra, hogy mindig jó döntést hozzon, amikor döntést kell hozni, és helyesen cselekedjen, amikor cselekednie kell. Hát én ezt úgy látom, hogy ezt mindnyájunknak meg kell tanulni. És akkor lehet mindenkinek sütögetni a saját kis pecsenyéit, de ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor te nem fogod megélni a 2036-ot, az biztos. Nem csak te, hanem senki. Oké? Legalábbis ezen a bolygón. Tehát én úgy gondolom, hogy mi egy olyan szolgáltatást nyújtunk az embereknek, aminélkül, ha nem csináljuk, akkor itt nem lesz aranykor. Magyarul mondhatjuk azt, hogy bárki bármit csinálhat, ha nem lesz aranykor, az megy a szemétbe. Tehát akkor vajon melyik a legfontosabb tevékenység ma a bolygón? Az, hogy minél több ember haladjon az aranykor felé. Érted? És ezt hogy tudja megvalósítani? Hát nyilván a tudásával. És ezt komolyan kellene venni. Mert fogy az idő. 12 évvel, illetve 13, most már 13 évvel ezelőtt kezdtük el az ilyen típusú képzéseket. Akkor 13 évvel több volt hátra. Most megnézzük, eltelt a 13 év.
És akkor most adjunk már hozzá a 2023-hoz 13-at. Az mintha úgy emlékeznék, hogy 2036, nem? Tehát már kevesebb van hátra, mint amennyit végigvittünk. Azért ezen el kéne ám gondolkodni. Tehát az azt jelenti, hogy fogy az idő. Ketyeg az óra. Fogy az időd. Tehát itt az időd, hogy fejlődj. Azt mondod, hogy várakozol még. Én nekem nem tudom, tehát én nem tudom, hogy neked milyen képességeid vannak. De akármilyen szuper képességeid vannak, akkor is szükséged van 9 év tanulásra. Ha kevésbé szuper képességeid vannak, akkor valószínűleg többre. És fogy az idő. Jó? És a te ismeretségi körödben te kaptad meg a lehetőséget arra, hogy nekik szóljál majd. Oké? És annyi, hogy csak meg kell tanulni, hogy képes legyél jól szólni nekik. Tehát amit mi csinálunk, az egy korszakalkotás. Egy új korszakot hozunk létre. Amiben hát sokan nem fognak bekerülni. De ez van, ezt kell szeretni. Hát most, ha megnéznéd ezt az emberiséget úgy, ahogy van, ami itt történt, meg ami most itt van, történt itt az elmúlt években, meg ami itt van. Érdemelne ez az emberiség egy aranykort? Ki van csukva? Ezt tudod, mit érdemel a jelenlegi emberiség? Hogy lehúzzák a WC-n. Ennyit. Sajnos. Semmi többet. Tehát, hogy örülj, hogy még nem húztak minket le a WC-n. Örülj neki. Mert 2012-ben ennek meg kellett volna történnie a év végén. Oké? És örülj, hogy nem történt meg. Örülj, hogy adtak további lehetőséget arra, hogy létrehozzunk egy aranykort. És ez nem ijeszgetés. Tudod, mi az ijeszgetés? Aminek kicsi az esélye. Az az ijeszgetés. Itt nem kis esélyről beszélünk, hanem arról, hogy nincs más esély. Tehát itt vagy aranykor lesz, vagy megyünk a szemétbe. Érted? Tehát komolyan kellene ezt a dolgot venni. Jó? És minél több embert meg kellene menteni. Szó szerint. Mi alól mentenénk meg? A reinkarnációs körforgás alól mentenénk meg. Érted? Mert a reinkarnációs körforgás, hogy mindig újra reinkarnálódunk, az nem azt jelenti, hogy egyre nagyobb eséllyel tudsz a felső létformába bekerülni, hanem azt jelenti, hogy egyre kisebb eséllyel. Maradjunk ennyibe. Jó? Úgyhogy várunk benneteket szeretettel egy olyan közösségben, ahol az emberek fejlődni akarnak, és tudják, hogy miért akarnak fejlődni. Az ember léte az a küldetés, hogy visszakerülhessen a felső létformába. Ez a küldetés. Mindenkié. Tehát senkinek nem az a küldetése, hogy ebbe a reinkarnációs baromságba benne legyünk. És ha te itt tanulsz, és jössz velünk, akkor bekerülsz az aranykorba. Ha nem, az lesz veled, ami lesz. Jó? Úgyhogy szeretettel várunk, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát
nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. Hát ez olyan összefoglaló volt, ebből nem maradt ki semmi, és tényleg akik már tudnak ilyen információkról, mert nagyon sok profécia és nagyon sok ébresztő nagyjaink vannak, voltak, akik nem hallják, és Szedlacsik Miklós az egyetlen itt a bolygón, aki át tudja adni nekünk ezt a tudást, mert az ő képességei által biztosítják a fentiek, és nem veszik komolyan, hát valóban az ő döntésük, ő életük. Én az életem egyik legjobb döntésének, nem egyik legjobb, a legjobb döntésének tartom, hogy ide kerülhettem. Nekem van viszonyítási alapom előtte, én már közel 30 évet tanultam ilyen spirituális jellegű dolgokat, mindegyik egy résztudás, és nem igazán lehet használni az életben, mert jó tudok használni energiákat, feltöltöm magamat, másokat. És akkor mire elég? Semmire. És pontosan az a cél, ahogy az előadás elején is volt, ugye én természetgyógyász voltam vagyok, hogy megtanulni úgy élni, hogy ne betegedjünk meg, kaptunk egy egészséges testet a leszületéskor, erre ha nem vigyázunk, tönkre megy. És valóban 8-10 kiló szemét van egy felnőtt emberi testben, az egy nagy szemetes vödör. Úgy át kéne gondolni, hogy mit eszünk, mit nem eszünk, mit teszünk. Én próbálom megtenni azt, amit tudok, az eddigi tudásomat is tudom hasznosítani, de csak úgy, hogy olyan technikákat kaptam Szedlacsik Miklóstól, amivel, mert én kerestem az utamat, és nem értettem az emberek, miért nem értik, amikor elmondom, hogy mit tegyen, hogy jobbá váljon az élete. Ezt csak itt tanítják, sehol máshol. Én azt javaslom mindenkinek, aki akár ezt az előadást, vagy bármelyiket már hallotta, hogy gyere velünk, próbáld ki, mit veszíthetsz. Maga a tandíj is egy, én nem tandíjnak, én a jövőbe való befektetésnek tekintem, annyira minimális összeg, főleg a mai világ, egy kiló sajtot nem adnak érte. És ez most nem vicc. 9800 forintért nem adnak egy kiló sajtot. Aki akar jönni, és tudja, hogy ez mennyire fontos, akár csak önmagának, a családjának, neki fogásokat gyártson, hogy nincs időm, nincs pénzem, mert nem is lesz. Úgyhogy én most azt szeretném mindenkinek mondani, hogy ha úgy látod, hogy nem érdekel, akkor ne gyere, ha úgy látod, hogy érdekel, akkor itt nagyon nagy szeretettel vár mindenki, megtisztelsz minket. Ha nem jössz, akkor elköszönünk tőled, és most 30 perc szünet következik. Utána önbizalomteremtő kócsképzésünk következik.